MCC egy igazi nagy család. Ennek a nagy családnak méltatjuk ma a napját. A Matthias Corvinus Kollégium Fiatal Tehetségprogram kárpátaljai központjának vezetői szabadtéri családi napra és közös filmnézésre hívták össze a közösség tagjait Beregszászon, a Barátság stadionban. Ezúttal a piknik mellett számos érdekes programmal is kedveskedtek az MCC-s fiataloknak. Az elmúlt években egyre kevesebb közösségi programot lehetett létrehozni, hiszen előbb a koronavírus, majd a háború árnyéka nehezítette meg a közösség építést. Az MCC-sek ebben a nehéz időszakban is igyekeztek olyan programokat megvalósítani, amelyek a fiataljaik számára is építőek lehetnek. A családi nap a leendő beiratkozók utolsó lehetősége volt arra, hogy még inkább megismerhessék az MCC által nyújtotta lehetőségeket, és úgy döntsenek, hogy a Tehetséggondozó Központ kötelékében kívánják fejleszteni képességeiket. Az idén már harmadik alkalommal szerveztük meg az MCC családi napot, hiszen aki nálunk a rendezvényeinken, vagy akár a kurzusainkon a gyerekek és a szülők részt vesznek, azok tudják, hogy az egyik jelmondatunk az, hogy az MCC egy igazi nagy család. Ezt a napot éppen a családok éltetésére szánjuk, és jelenleg ebben a nehéz helyzetben talán még hangsúlyosabb ez a nap, hiszen ilyenkor egy kicsit szabadabban, és végre tényleg együtt tudnak lenni a családok, és olyan ingyenesen megtalálható programokon vehetnek részt, amit tényleg a kicsiktől egészen a nagy korosztályig érdekességet jelentenek. A kicsik, ahogy te is mondtad, az ugrálóvárat, a körhintát, a különböző játékokat részesítik előnybe, az egészen picik a hátunk mögött található bábszínházban találhatnak egy nagyon-nagyon csodálatos mesevilágot. A felnőtteknek pszichológiai előadásokkal készültünk, megküzdünk krízis helyzetben nap mint nap, és ebben lesz segítő társunk dr. Berkovellola Szemőke pszichológusunk, néhány jó tanáccsal, és főként egy támogató szóval, néhány közösségben eltöltött minőségi idővel szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy érezzék ebben a nehéz időkben is a családok, hogy az MCC-re, az MCC támogatására, az MCC nagy családjára mindig minden időben számíthatnak. Szeptember első hetében a Fiatal Tehetség programban jelentkező diákok kerülnek megmérettetésre, hiszen végre a felvételi időszak is elérkezik az ő számukra. Jelenleg több mint 15-szörös túljelentkezéssel számoltunk, és alig várjuk már, hogy a sok száz diák közül kikerüljön az idei legjobb 25, és szeptembertől ők a Fiatal Tehetség program legújabb évfolyamába csatlakozhatnak. Azonban nem kell elkeseredni senkinek sem, hiszen minden egyes diák, aki regisztrált a Fiatal Tehetség programba, a Fiatal Tehetség klubjába, a hétről hétre újabb és újabb kurzusokkal örvendeztetjük meg őket, így tehát bátran és büszkén mondhatjuk, hogy minden gyerek, minden diák, minden szülő, aki jelentkezett az MCC-be, ő MCC-s diák is lesz.